dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, 24 óra az Úrért nevet viselő kezdeményezés felvállalását szorgalmazta Szentatyánk, Ferenc pápa az idei nagybőti időben is, különösképpen az isteni irgalmasságnak ajánlott szentévre való tekintettel. Ennek az ájtatosságnak az egyik fő célja Szentatyánk szándéka szerint, hogy rátaláljunk az Istennel való találkozás útjára, netán, ha szükséges, a hozzávaló visszatérésünk lehetőségeire. Az imában való elcsendesedés, a szentségi Jézussal való együttlét és jelenlétének átélése templomaink meghitt csendjében nem mindennapi élményhez vezethetett minket, amikor kiszakadva a megszokott hétvégi elfoglaltságaink forgatagában rádöbbenhettünk arra, hogy életünknek van egy olyan oldala is, amely sokszor, nagyon sokszor háttérbe szorul, vagy amelyet nagyon könnyen és olykor felületesen elhanyagolunk. Az, amire itt gondolok, nem más, mint az önközpontúságunk és az ebből alakított magatartás, amely kitölti ugyan mindennapjainkat, de igazából nem tud belső vágyainkra válaszolni. Mert a mi életünk mélyebben gyökerezik és magasabbra tör annál, amit emberi erőnkkel és tehetségünkkel általában megszoktunk tapasztalni. Életünk mélysége mennyei Atyánk teremtő és gondviselő akaratánál keresendő, aki oly csodálatosan megteremtett minden embert és az egész világot. A magasabb cél pedig az igazi boldogság, amely Isten akarata szerint mindenki számára elkészített és felajánlott lehetőség. Létezésünk első pillanatától kezdve a Teremtő Isten tervében már erre vagyunk beállítva. Ennek kiteljesedése azonban a mi választásunkon és a mi törekvésünkön, akaratunkon múlik. Szívből köszönöm mindenkinek, Rózsafűzér és egyéb társulatok, egyháztanácsok, ifjúsági csoportok és egyházközségeink tagjainak, gyermekeknek és diákoknak, a családoknak, nem utolsó sorban a szerzeteseknek és paptestvéreinknek, hogy egyházmegyénkben is felvállalták ezt a szent időt, és a 24 óra az Úrért megélésében egy csodálatos csere megvalósulását tették lehetővé megerősödésünk és megszentelődésünk céljából. Átadhattuk magunkat az Úrnak egy időre mind azzal, amit magunkban hordozunk. Érte mondtunk le hétvégi programjainkról, kényelmünkről, akaratunkról, hogy kicsinségünket átélve nagyobb teret engedjünk, nagyobb teret biztosítsunk szeretetteljes megnyilvánulásának a mi életünkben. Ő pedig, a türelmes Jézus nem méltatlanságunkat vagy hűtlenségünket nézte, látta, kereste, hanem őszinte vágyakozásunkra válaszolt, amikor megéreztette velünk jelenlétének bátorító nyugalmát. Milyen jó volna, ha többször és egyre őszintébb vágyakozással tennénk ezt, és a világ mindennapjaiban az Úrért szentelt idő lenne minden idő és prioritás számításnak kiinduló pontja. Mennyi sok áldás forrását jelenteni az ilyen idő, az egyén, a családok, a közösségek és az egész társadalom életében. És mennyi sok gonoszság, gyűlölet és szenvedés találna gyógyulásra az Úrért szentelt, kiapadhatatlan idő forrásainál. A Mester szavai juthatnak eszünkbe.
a ki küldetésükből visszatérő apostolait a következő szavakkal fogadja. Jöjjetek velem egy magányos helyre, és pihenjétek ki magatokat. Így olvassuk ezt Márk evangélistánál. A nem könnyű bevetés után külön pihenőt kérhettek volna az apostolok. Kikapcsolódási lehetőséget és megfelelő alkalmat a feltöltődésre. Az Úr szava azonban többet jelentett számukra, mint amit talán kikérhettek volna maguknak. Vele mentek, mert tudták, hogy az Úrral eltöltött idő nem üres, nem elvesztett idő, nem marad eredménytelen és nem értelmetlen idő, hanem sok áldás és a megszentelődés forrása az ember életében. De ennek a történetnek egy folytatása is van Márk evangélista szerint. Sokan látták őket, és megértve szándékukat, gyalog oda siettek a városokból, és megelőzték őket. Az emberek vonzódtak Jézushoz, és érdekelte őket az ő tanítása. Ezért könnyen észrevették Jézus elvonulását az apostolok társaságában. Nem nyugodtak bele, hogy Jézus elvonult tőlük, és csak apostolait viszi magával. Kereső emberek voltak ezek, és utána indultak. A Jézussal való közösséghez vezető utat keresték, megszületett bennük a vágy, és elindultak Jézus nyomába, mert azt tapasztalták, hogy jó nekik a Mesterrel együtt lenni, jó nekik a Mester közelében lenni. Milyen szép tanúságtétel ez az apostolok és Mesterük közötti viszonyról. Ez a ragaszkodás másokat, a kívülállókat is megérinti. Bennük is felébred a vágy, hogy Jézus keresésére induljanak. Tették ezt az apostolok, és követte őket a nép, hogy példát adjanak a mai idők keresztényének is, hogy ne legyünk restek, kényelmesek, magunkba zárkózottak, ne legyünk visszataszítóak, hanem tartsunk ki, és álljunk ki Jézus mellett. És ami a legfontosabb, legyen olyan a mi életünk, hogy a körülöttünk élőkben felkelthesse a Jézus megismerése utáni vágyat. 24 óra az Úrért. Rendkívüli áltatosságként éltük meg a Szent Év nagyjövőjének idején. Hála legyen ezért Istennek, és azért is legyen hála, hogy életünk sok 24 óráját, amennyit az Úr megenged számunkra, azt mind vele és oltalma alatt tölthetjük. Mindez pedig Isten irgalmas szeretetének köszönhető.